Losoncalpár ezúttal Patós Lászlóra emlékezik. Egy figyelemre méltó ember meghalt. Tudjuk, úgy munkálkodunk, teszünk-veszünk a világban, hogy közben, amennyire csak lehet, eltávolítjuk magunktól az elmúlás időben és térben megnyilvánuló jeleit. A halál visszavonhatatlanság és az egyszeriség abszolút hatalma. Ez pedig azt feltételezi, hogy fenyegető létezése megzavarja a folytonosságon, az ismétléseken, a körforgáson alapuló mindennapjainkat, nem beszélve arról, hogy határt szab a világgá kürtölt hatalmunknak. És amikor egy ilyen fiatal ember, mint Patócz László hirtelen halálával állunk szemben, akkor a kényszerű tény nem csak megrendítő, de nyomasztó és felkavaró is. Hiszen különös erővel vett fényt a Hóra Incerta jelenségére, azaz a halál eredendően bizonytalan idejének tényére, és persze arra, hogy a halállal szembeni mindennapi észszerűsítéseink mennyire futóhomokra épülnek. Kezdjük azzal, hogy tanítottam egykoron Patócz Lászlót, az egyetemistát. Ám akkor tehát még nem láthattam az irodalomhoz szinte egzisztenciálisan kötődő, az irodalom által áthatott embert, aki tágra nyitja a szemét, és később nem csak, hogy belép a vajdasági magyar nyilvánosságba, de kultúrateremtőként, alkotóként, szervezőként és ügyintézőként alakítja, formálja azt. A hosszúhajú gyerekember eleinte elvegyült a többiek között, megtörténhet, hogy még nem jutott el elegendően mélyre, de valószínűbb, hogy én nem rendelkeztem tanári sólyom szemmel. Aztán néhány év múlva elkezdődött a pályafutása, azaz a különösen rögös útja. Mintha a világ vonakodott volna neki otthont adni. A halál határjelenség egyszerre vezet bennünket a társadalmon túlra, valamilyen megfoghatatlan, csak mítoszok által értelmezhető másságba, és tart meg bennünket a társadalmon belül, fénycsóvát vetve arra, amit vélhetően szeretnénk a feledés homályába sülyeszteni. Márpedig az emlékezés ez esetben megkerülhetetlen. Nem vonhatjuk meg bazírtan a vállunkat, ez történt. Amennyiben régi szövegeket veszünk elő, bőséggel idézhetünk idevágó kitételeket. Például 2014-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság fiatal kutatói tagozatának közleménye arról szól, hogy a szereplők megdöbbenéssel értesültek arról, hogy egy kiváló kollégát, idézem, megkérdőlezhető körülmények között hamis mozzanatokat belekeverve távolítottak el az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar tanszékéről. Eltávolítás. Több ízben is felszíre jut ez a fogalom a Patócz ügyben, a rövidség okán magam is makacsul ragaszkodom hozzá. Aztán egy másik, elfoglalatlanságra törekvő, újságírói szöveg először azt firtatja, hogy Patócz László miért veszítette az állását, ám néhány sorral később maga is kiköt az eltávolítás fogalmánál, amely mondani sem kell, messze menően erősebb jelentéseket foglal magában. Eltávolítani ebben az esetben azt jelenti derékba törni egy pályát. És azt is jelenti, hogy mindez nem semleges történés, hanem vannak alanyok, akik vezénylik, előre viszik, nyílbeütik a folyamatot. Majd amennyiben tovább barangolunk a különböző szövegek között, találunk egy tiltakozó petíciót is, amelyet 52 magyarországi, vajdasági, erdélyi ember írt alá, és amely ismételten az elveszítette állását kifejezéssel operál,
Ám eközben az újvidéki magyar tanszékhez, az eltávolítókhoz fordulva egy affektív jelzettel, mármint a felháborodás jelentésével él. Magam is az aláírók közé tartoztam, korábbi évek eseményei peregtek le akkortájt előttem, tudnilik ha akartam, ha nem, rossz ízű emlékeket ébresztett a helyzet, mint hogy az elmúlt néhány évtizedben volt alkalmam látni emberek, közöttük asszisztensek megtörését is, és ezekben az eljárásokban mindig politikai elemek vegyültek. Politika? Pontosan így. A vélelem a bevett szokások szerint a politikát olyan intézményesített gyakorlatként érti, amely amott van. Mondjuk ott, ahol a Fidesz vagy vajdasági pandanya, a VMS tanyázik, uralkodik. Az értelmiségi szereti mosni a kezeit. Őt a szakma szentsége vezérli, és a hatalommal szemben tisztes távolságot tart. Mintha a szakma és a politika között olyan könnyen lehetne határvonalat húzni. Mintha az értelmiségiek, különösen pedig az egyetemi szféra örökösen a hatalom különféle formáiba belelógó szereplői hatalomszűzek lennének. Ugyanis, és ezt ha máshogy nem, úgy az elmúlt évtizedek társadalomtudományi munkáiból is ki lehet hűvelyezni, hogy a kapilláris, mikrológiai viszonyokban akár több hatalmi csomó található, mint az örökké káromolt pártkonfigurációban. A narcizmust magára öltő értelmiségi, aki épp úgy lohol a hatalomért, mint a politikus, csak másképp, szívesen ütlegeli a politikai hatalmat, ami persze helyes, sőt üdvözlendő, csak hát közben oly szívesen elfeledkezik saját hatalmi igényeiről, azaz eleve felmenti magát. Mi van akkor, ha az igazi regressziót nem is a VMS töretlen uralmában, mint olyanban, hanem az e fajta megtörési praxisokban kell keresnünk? Mi van, ha végzetesen összekeverjük a tünetet és a lényeget? Patósz László eltávolítása politika, értelmiségi erővonalakat magába záró politika. Történt mindez egy olyan folytonosan apadó kultúrában, mint a vajdasági magyar, amely versenyt futva az idővel már régóta nem győzi jegyezni vesztességeit, és amely állandóan kényszer kérdésekbe fut bele. Mi maradt még? Pontosabban ki maradt még? Ismét egy régi szöveget olvasok. Bezárultak az ajtók, ám Patócs hangot ad reményének, hogy a nyilvánosság ereje oltalmazni fogja anya intézményének ütlegeléseivel szemben. Persze ez is egy értelmiségi utópia, ugyan milyen nyilvánosság. A nem létező, amúgy is kirojtozódott, kalkulatív érdekszövetségekre szétesett honi nyilvánosság. A szolidaritás, mint premissza. Ennek a hiányát panaszolta Patócs László egyik interjújában, noha ezen megnyilatkozása nem a saját esetét, hanem a vajdasági állapotokat tette szóvá. Ám megtanulhatta volna, hogy mennyire szűkös erőforrásról van szó, kisebbségi kontextusban különösképpen. Patócs Lászlót az eljárás idején elképesztő módon ócsárolták, hiperbolikus gyanúval övezték, több ízben vazallusi magatartásúnak ítélték. Nekem viszont úgy tűnt, hogy kétségbe esett méltóság kereséseiben több hitelesség és bátorság lappangott, mint azokban a kvázi lázadókban, akik összekeverve saját sértődöttségüket és érdekeiket az általánossággal, az evilági igazság felkent helytartóinak hiszik magukat. Persze az értelmiség ezen sértődékeny faj ideologizál a legkönnyebben. Ő képes igazán saját vélt vagy valós bajait az általánosság szintjére emelni. Bárhogy is legyen, Patócs László életét kettészelték a kiszorító játszmák, a magyar tanszékről való eltávolítási ügy olyan töréspont volt, amelynek cipelte következményeit.
látszatra acélosabb, és mégis esendőbb lett, noha akadtak garmadával szerepkövei. Így a puszttanszék periódusban ott van a magyar szó, egykor nagy hatású melléklete a kilátó, amelynek a szerkesztője volt, akinek írásokat adtam. Éppen egyik ilyen írás kapcsán szerzem meg neki a híres hírhedt író Szelin pamfletjét. Aztán ott a rádiós szerkesztő, különösképpen a Szempont című műsor egyik felelőse, akivel állandóan együttműködtem. Milyen durva egybeesés, és a létezés milyen kegyetlen csele, hogy épp az általa szerkesztett műsorban olvastam be a szintén a negyedik évtizedében eltávozott Ivan Radenkovicsról szóló miniatűr gyászbeszédemet. Ahogy Szerbojko szerzőtársam is észrevette, a kettőjük sorsa minden különbség ellenére is kísértetiesen hasonló. Amikor felütötte a fejét a pandémia, akkor ő olvasta fel írásaimat. Én leszek a hangja, így tréfálkozott. Élete utolsó évében azután a Szabadkai Paulinum tanáraként lát oktatási lehetőségre. És szóba kell hoznom nem utolsó sorban a hatalmas hagyományt görgető Híd folyóirat főszerkesztőjét, aki nem átallott olyan normasértő írást kérni tőlem, amely például Marx-szal foglalkozott. Apropó Marx, azon nyomban észre is vettem nevének sajátos jelenlétét, amúgy egyetlen regényében, jelezve is neki ezt a tényt. Korbírálat. Nem állhatott ez messze tőle. És az idők folyamán rátestálódott egy újabb szerep, mármint a politikai kommentátor feladatköre, az irodalomértőt újabban egyre többször foggatták politikai kérdésekről is. Hova tovább immár utolsó találkozásunk éppen egy ilyen alkalomhoz fűződik. Együtt léptünk fel ugyanis egy politikai témákat boncolgató televíziós műsorban. Rövid idő alatt sok dolog sűrítődött az életében. Nem tudom, hogy mennyi értelmet volt képes elorozni az életünkre rátelepedő értelemhiány tömbjeiből. A társadalmi szerepek sokszor kényszerű sokassága nem tünteti el automatikusan az űrt és az ebből fakadó szorongást. Viszont a halálának bekövetkezte utáni tisztelgések hatalmas folyama, a túlélők széles körének gyászmunkája egyértelműen tanúsítja. Volt, van egy sajátos és megismételhetetlen Patócs Lászlói kisugárzás, amely Zentán keresztül kötötte össze Újvidéket és Budapestet, vagy éppen Magyarországot. A tisztelgés a teljesítménynek szólt, bebizonyosodott, hogy nyomokat hagyott a világban. És támadóival szemben ez akár elégtétel is lehetne. Ám ezt csak a túlélők rögzíthetik, ő már nem.